A garázsvásárlási kedv már jó pár éve igen magas, mondta el stábunknak az ingatlan szakértő. Kvakics Gál Renáta úgy látja, hogy 25-30 ezer forintért szinte bármilyen körülmények között kiadhatók az autótárolók. Az alacsony vásárlási értéknek köszönhetően eddig a kisebb befektetők is hozzáfértek, ez azonban megváltozott. Most arra ugyanis jóval magasabb áron kínálják ezeket az építményeket. Nagyságrendileg most egy garázs kertvárosi szinten 8 milliótól fölfelé vásárolható meg. Hát ez betudható annak, hogy általában háztartásonként már 2 autóval rendelkeznek az ügyfelek, úgyhogy általában lakókat is érdeklik a garázsok, plusz a befektetőknek a havi 25-30 ezer fontos kiadhatósága miatt is egy hosszú távú jó befektetésnek tűnik. Ehhez azonban először mélyen a zsebébe kell nyúlniuk az érdeklődőknek. Néhány garázs vételi ára akár a 10 millió forintot is meghaladhatja. Most már a puritán, azaz villany, víz és automata kapu nélküli garázsért is elkérhetnek 5 millió forintot. Uránvárosban például ilyen tárolók sorakoznak egymás mellett. Azért azok még, ha nincsenek felújítva, akkor igen, sok pénzt kell rájuk költeni, hogy elfogadható állapotba jöjjenek. Viszont a kertvárosi panelházak alatti garázsok azok tiszták, szárazak, általában árammal ellátottak, tehát ezeknél gyakorlatilag effektíve költség nincsen, a közös költségen kívül, úgyhogy ezek sokkal népszerűbbek természetesen. Pécsett az utóbbi években megszaporodtak az autók, amit azonban nem tudott lekövetni a garázsok száma. Így átcsökkenésre egyelőre nem lehet számítani a szakértő szerint.